Baracki László fél éve még így nézett ki a színpadon. Baracki László mostanában igazán kitesz magáért, illetve hát az egészségéért. Nem csak, hogy egészségesen eszik már évek óta, de naponta sportol is. Nem véletlenül teszi, hiszen bírnia kell a fellépéseket. Ez teljesen szándékos volt és megfontolt. És ebből ez fejbe dől el, minden fejbe dől el. Tehát abszolút száműzted a szénhidrátot. Akkor igen, és gondolj bele, hogy pia az pedig ott van, nézd meg, megnézheted a italraktáramot, amit kaptam, meg amit kapok. Hát nézd meg, itt a requiriánkban is benne vannak névre szóló italok. Ott is ott van a fradi, amit tőlük kaptam, a viszki. De hozzá le, én 3 éve nem iszom egy korty alkoholt. Az életmód váltással az étrendje is megváltozott, de igazából nem hiányzik neki semmi a régi időkből. Csodálatos, amit az Éva csinál, hogy most is olyan, én megmutatom neked a telefonomon, olyan kaját eszem, hogy ez nem is fogyókúra, és mégis. Tehát én egyáltalán nem szenvedek, sőt, csak 4-szer eszem egy nap, és szénhidrátmentesen. A sztár naponta többször is méri vérnyomását, ami a kezdeti nagyon magas értékről mára már klinikai értékeken van. Azért kellett nekem ezt elhatározni, mert bizony 170-180 volt a vérnyomásom. És aztán a kis professzor egy csodálatos. Hát ez a bicikli. 153. Ez a bicikli. Na, hogyha 10 perc van megnézed, akkor 120 lesz. Baracki László tehát az utóbbi években az egészségbajnoka lett, de ezzel igazán jó példát is mutat kortársainak, nem beszélve arról, hogy imádott közönsége így még sokáig láthatja őt a színpadon. Megyek tovább, lesek csodát,